Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Amíg napvilágot lát a Fortuna, beszélgessünk egy kicsit a Warframe-ről, és a benne lévő tartalomról, illetve azt, hogy mit várhatunk a Fortunától, illetve azt az egy kis apró elismerést a készítőktől, Digital Extremetől, hogy elég nagy rajtuk a nyomás, és ebben a pillanatban nem feltétlenül tudják azt, hogy megfelelő úton haladnak-e, illetve megfelelő mennyiségű kontentet raknak-e bele a játékba. Létezik egy olyan videós, akinek az a neve, hogy Life of Rio. Nos, ez a srác nemrégben csinált egy videót, és beszélt egy kicsit a Warframe-ről, illetve a körülötte felmerülő problémákról, illetve ezzel kapcsolatos problémával, hogy a Warframe jelenleg nem feltétlenül a legjobb úton halad, és sajnos egyet kell értsek ezzel a sráccal. Amúgy is szimpatikus nekem, mivel hogy nem fél szembe menni a közösséggel, hogyha valami szar, akkor ő kimondja azt, hogy szar, és természetesen felmeri vállalni azt, hogyha valami neki nem tetszik a Warframe belül, és hát milyen a Warframe közösség, hogyha neked valami nem tetszik a Warframe belül, akkor a Warframe közösség letámad, hogy jó, tudom, hogy tetszeni a játékkal, és neked ez biztosan azért nem tetszik. A magyar közösség meg erre még rá tud duplázni, tehát van a külföldi közösség, aki amúgy is ilyen lázadó, ha valamit a kedvenc játékukról rosszul mondanak, a magyar közösség meg duplán lázadó, tehát ilyen, bennünk magyarokban van egy ilyen aféle hűség, hogyha már teljes mértékig nyakig a szarban vagyunk, és ellep minket a szar, és azt esszük és szagoljuk már, mi akkor is a végtelenségig hűségesek vagyunk ahhoz, és mindenki másra, aki azt mondja, hogy ez szar, arra azt mondjuk, hogy nem tudod te, hogy mi a jó, és nem tudsz vele semmit se csinálni. De attól még a szar tud lenni. Régebben csináltam egy videót, és egy szavamat se szeretném onnan visszavonni, ahol beszéltem arról, hogy a Warframe annak, aki most indul el vele, az kurva sok játékidőt ad, és egy ingyenes játékhoz több százezer órának nézel elébe, amire egyáltalán oda eljutsz, hogy az úgynevezett mai Warframe, a mai Warframe-ben endgame-hez jussál, már ha létezik olyan. Szóval amíg addig eljutsz, rengeteg idő telik el, és sok-sok játék órát tudsz belefektetni ebbe a játékba. Mi viszont a kis felmerülő gond, apró szikra, ugye, amiről beszéltek a készítők, hogy azért, na, lehet, hogy félnek attól, hogy a hype az túl nagy, és nem feltétlenül tudják ezt biztosítani nekünk, ezt a contentet, amire a hype vár. Konkrétan. Mi történik olyankor, hogyha nagy a hype és alul teljesít a játék? Mert igazából, ha a hype az nagy, akkor a játék mindig alul fog teljesíteni. És most jelenleg a Warframe körül a hype az hatalmas. És a készítők nem nagyon tesznek ellene, hogy egy kicsit lecsillapítsák a hype-ot. Ugye a Warframe egy ideje most már átállt arra, hogy fél évente egyszer hoznak ki hatalmas kontentet, ellenben a régi 3 hónapos módszerrel szembe, és emiatt, hogy fél évente hoznak ki kontentet, hatalmas elvárások vannak a játékkal kapcsolatban, és a készítők nem nagyon nyugtatják ebből a szempontból a közönséget. És mi történik, hogyha egy játék nem tud megfelelni a hype-nak, akkor ugye aztán minden videós, aki csak egyszer létezik ezen a világon, arról fog beszélni, hogy a Warframe nem tudta teljesíteni a hype-nak, hype-tól elvárt dolgokat. És természetesen jelenleg ugye a Warframe egy milyen helyzetben van, az, hogy mindenki a Warframe-ről beszél, még azok is, akik eddig nem Warframe-eztek, de akik leginkább beszélnek erről, azok veterán játékosok, ugye. A videósok, akik odakint vannak, nem ma kezdték a Warframe-et, a legtöbbjük partner, és ahhoz, hogy partner legyél, egy pár ezer órát el kell tölts a Warframe-et, tehát ez egy ilyen követelmény, amik kitöltöd a Warframe partner szerződésedet. Szóval
És ugye a veteránok látják a játékot. Látják a játékot azóta, amióta ez a játék elindult, amikor volt csak néhány pálya, és csak azokat nyomadtuk sorra, sorra, sorra. Ugyanazokat a pályákat, alig volt néhány pálya, alig volt néhány Warframe, alig volt néhány fegyver, nem létezett raid, nem létezett sorti, nem létezett semmi. Alig volt valami content, aztán majd ugye nagy szarba is volt a játék, kérték a foundereknek a segítségét, adtak érte Excalibur Prime-ot. Szépen lassan a Warframe-esek ráálltak erre a három havonta való fejlesztésre, illetve content kihagyásra, és szép lassan elért a játék idáig, amíg van. És jelenleg, ami van a játékba egy veterán szemmel, az sajnos nem sok. Már egy jó pár ezer órát eltöltöttem a játékban, és nem sok hiányzik már. Tudjátok, meg itt van, ezek hiányoznak az akkontomra, fegyver szinten, hogy mind meglegyenek, és amint látjátok, a legtöbb az egy za. És őszinte leszek, nem nagy motiváció nekem az, hogy meglegyenek a zavok. Megvannak a kedvenc kardjaim, sőt, megvan a kedvenc zavom is, amit eddig megcsináltam, és jaj, de jó, minden szituációra van egy kardom, tehát több tíz kard van a játékban. Mi a motivációm arra, hogy megszerezzem az összes zavot? Mi a motivációm arra, hogy megszerezzem az összes árként, illetve elmenjek egy dolont vadászni, mivel hogy azok csak árként dobnak, és tökéletesen meg vagyok elégedve azokkal az árkénekkel, amik vannak, de ha nem lennének, akkor se szenvednék hiányt a Warframe-ba. És nekem, mint veterán, és mindjárt rátérek, hogy miért pofázok ennyit a veteránokról a játékban, és nem feltétlenül van motivációm arra, hogy ezt megszerezem, mert nem szenvedek hiányt tőle, hogyha nincs meg. És az egy dolom vadászat magába nem feltétlenül akkora nagy de nehézség, illetve kihívás. Miért menjek el Sanctuary Onslaught-ra, amikor csak relikeket dobnak, meg egy korát, és Isten se tudja milyen, hogy is mondják, ezeket színeket, ezeket a háttér szarokat, amivel nagyon cuki videókat csinálhatsz magadnak. Tehát miért nem lehetett volna tényleg egy ilyen dungeon alapú, komolyabb cuccot csinálni a Sanctuary Onslaught-ból, hogy mész, haladsz feljebb a szintekkel, egyre nehezedik, de valami igazi jutalmat dobott volna, nem tudom, 50 ezer kuvát, prime alkatrészeket, hihetetlen nagyon mennyiségű, tehát ilyen értékesebb nyersanyagokat, mint orokinszel, vagy neuróz, vagy bármi, miért nem lehetett volna egy kicsit lassabbra fogni azt, hogy fogjon el az a life support, hogy tovább és jobban és élvezetesebb legyen a játék. Miért kellett lenörfölni azt, hogy a képességek tényleg nagyon öljék azokat a mobokat, és tehát például a Nutrity lenörfölésével nem értek egyet, mert az vitte élvezető, hogy 20 évekig el tudtuk vinni azt a bizonyos játékot, de ha még értelmes dropokat is dobna, az tök jó lenne. A Digital Extra az a baj, hogy megcsinálnak egy játékmódot, aztán ott hagyják a faszba, és nem csinálnak vele semmi értelmeset, és azt ígérték, hogy ez endgame lesz. Ez így nem endgame. Tudjátok, mi a Sanctuary Onslaught jelenleg? XP-zőhely, öcsém. Hát de nem? Ja. XP-zőhely. Elmegyek a nagyobbikra, elmegyek fegyvert XP-zni, a kisebbikre elmegyek Warframe-et XP-zni. Jaj, de jó. Happy days. Meg vagyunk. Az egyetlen megmaradt élvezet, igazi játék élmény élvezet nekem jelen pillanatban a Warframe-be, az az, hogyha egy endless Prime Fisher farmolós Survivor-re vagy Defense-re megyek már addig, amíg meg ne unom. És akkor talán az, mert ott még látok igazi jutalmat. Ott van egy kis extra affinity, extra drop chance, extra boosterek, és még jönnek a Prime alkatrészek is. Happy days van. Na most a Prime alkatrészek, mivel hogy potyannak, előbb-utóbb kipotyannak a szettek, előbb-utóbb ugye abból kipotyann a plot, hogyha eladom a Warframe-et, de a platból meg kipotyan a maradék zav, amit láttatok az akkontomon, annak a megvásárlása. Előbb meg tudom ezt csinálni, előbb összejön erre a plat, mint hogy elmenjek és becsületesen kifarmoljam azokra a zavokra való nyersanyag mennyiséget. Előbb meg lehet ezt csinálni. Na most, hölgyeim és uraim, akkor értitek, mire mondom, és
Miért mondom ezt, ugye, hogy a veteránoknak fontos, hogy adjanak egy gameplayt, egy igazi gameplayt, amiben igazi jutalom van, és igazi jutalom érzés van. Mert hogy a Warframe mostanában csak újakat és újakat akart becsábítani, mivel nincs baj, mert pénzre szükség van, és ez kell, viszont a veteránok azok, akik videóznak, a veteránok azok, akinek a hangjukat fogjuk hallani majd a videókban, és igen, a közösség szembe megy sokszor a veteránok, hogy a Warframe-mel nincs semmi baj, csak a közösségnek egy nagyon nagy része, mert veteránokról mit beszélünk? A 100%-ból 10% a veterán. Természetes, hogy azok, akik még nem értek el arra a szintre, nem látják onnan a játékot, ahonnan egy veterán látja, mégpedig az, hogy jelenleg a Warframe-ben a veteránok számára, illetve endgame szempontjából nem sok van. Amíg nem vagy veterán, amíg csak haladsz fölfelé, kurva jó játék, imádod, és én is imádtam, amíg oda, jó, most is szeretem, félreértés, ne esség, csak már nem tudok annyi mindent találni benne. Szóval, amíg odaérsz, addig kurva, de aztán, hogyha már följebbről kezded nézni a játékot, rádöbbensz, hogy mit is látunk itt? És amikor ugye előbb-utóbb lassan az emberek odaérnek, veterán szintre lesznek, és akkor megértik, hogy miről lesz, és egyre több hang fogja azt mondani, hogy a Warframe nem jó játék. És hogyha egyre több hang mondja ezt, akkor egyre többen figyelnek fel rá, nem veteránok is. És mi történik, hogyha egy nem veterán azt mondja, hogy nincs content a játékba, akkor egy kezdő azt fogja mondani, hát én nem fogom az időmet arra szentelni, hogyha nincs egy endgame. Hát miért játszak, miért vesztegessem el az időmet arra, ahol végül nincs egy endgame? Pass of Exile, végigmész azon a single player-szerű kampányon, kifarmolod magad, és a végén ott van egy full fasza, nehéz, kihívásokkal teli, viszont lootokkal teli endgame is, amit érdemes játszani. A Warframe-nek jelen pillanatban ilyen nincs. És egy ilyen hiányozna ebből a játékból. És most akkor rátérve a Fortunára, mit várhatunk a Fortuna felé menet? Vajon fogunk kapni igazi gameplayt? Nem csak egy szép update-et? A szép update alatt az, hogy jaj, de gyönyörű grafika, és kapunk egy lebegő deszkát. A lebegő deszka az nem játék, az nem gameplay. Az, hogy trükköket kell csináljak a levegőbe, srácok, legyünk őszinték, trükköket csináljak a levegőbe, hogy pontot kapjak az adott frakciónál, az nem valódi gameplay, az nem Warframe-be való gameplay. A Tenugen skinek az nem content, azok csak skinek. A Merkur csinálják szebbre. Az nem game content, az csak egy update arra, hogy jobban nézzen ki a játék. Hogyha abban nem raknak bele gameplayt is, akkor az kidobott a kukába dobott update. Szóval az, hogy szebb a Merkur, nagyon örülök, az, hogy szebb lett a föld, nagyon örülök, kellett a Warframe-nek egy ilyen kis apró grafikai update, de az nem content. Valójában azzal nem tudsz mit kezdeni. Ott nincs gameplay. A Fortunában ugye kapunk egy hatalmas területet, amiben állítólag lesznek ilyen barlangok, amiket meg lehet keresni, meg lehet találni, és ott lesz valamiféle jutalom, ha lesz, mert azt nem konfirmálták le, szóval ha lesz valamiféle jutalom, de ha nem lesz benne semmiféle jutalom és kihívás és gameplay, akkor az csak egy barlang lesz egy nagy pályán. Hogyha az a baszott nagy pók valami, nem ad valami értelmes jutalmat, ami után legyőzzük, akkor az csak egy nagy baszott nagy pók lesz, amire rá lehet lőni. Mennyire gyorsan fogják a játékosok mindezt megunni? Hoznak másodlagos fegyvereket a Fortunára, ugye össze lehet rakni a saját másodlagos fegyveredet, meg petmoádat? Akkor nézzünk egy kicsit mélyebbre. Most tényleg másodlagos fegyverekre van szükségünk? Ha igen, akkor oké. Ha tényleg másodlagos fegyvereket akarunk összerakni, amik úgy, amúgy egész jól néznek ki, akkor oké, Petmoa. Tényleg az a gameplay, a Petmoa. Szóval,
És én is megnéztem ennek a Life of Rio-nak a videóját ebből a szempontból, és a Digital Extreme írt egy kommentet, a Digital Extreme-esek írtak egy kommentet a videója alá, és az, konkrétan a kommentnek az volt a lényege, hogy igazat adtak neki, és hozzátették azt, hogy arra mennek, amerre a közösség szeretné látni a játékot. És teljes mértékben arra tolják el. És a közösség jelen pillanatban fashion frame-et akar látni. Az elmúlt időben srácok, tudjátok, mit csináltam? Az űrhajomban, a Lisszetbe fogtam, és mindent újra díszítettem. Az volt a a nagy elfoglaltság, amivel el tudtam magam foglalni. Röhelyes, de egy új díszítést csináltam az egész űrhajomban. Miért nem? Volt nem tudom hány ezer platom, arra költöttem el, hogy új díszeket vegyek. Mert hogy minek? Minek? Nincs más. Hova menjek még? És igen, egy kicsit ettől félek. A Railjack-be nem nagyon tudok belekötni, mert az tényleg lesz egy gameplay. És valami olyasmi, amit régóta várunk a Warframe-től, hogy megtörténjen ez az űrcsatázás. Szóval már maga a gameplay öröméért is érdemes lesz játszani vele. És értés leesik, most is szerettem a Warframe gameplayjét. Most is el tudok vele játszani is elég jól, de már mértékkel nem annyira, mint régen. Azért 5 éve ugyanazokat a gameplayeket játszom. Azon csodálkozom, tehát még nem volt játék, amit ilyen sokáig élveztem volna, és kijátszottam volna ilyen mértékig, mint a Warframe-et, úgyhogy ja, de hát értelemszerű, hogy 5 év után már másképp látom a dolgokat. Szóval és a Rage-ek is fennáll az az apró kis félelem, hogy ha már fasza a gameplay, mert az annak nézett ki teljesen, mi lesz a jutalom a végén? Reméljük, és csak reméljük, hogy a Warframe valahogy valamilyen szinten megmenekül a hype által generált nyomás alól. Mert ez egy jó játék, egy olyan játék, amit érdemes játszani. Természetes, hogy a készítők a közösség akarata felé viszik a játékot, ami manapság én személy szerint nem értek egyet, mert a Fashion Frame az nem játék, a grafikai update nem játék, és egy üres barlang sem feltétlenül lesz játék. Az állat, vadászat és halászat sem valódi gameplay. Az Isten szerelmére tényleg halásznom kell, hogy gameplayt generáljak magamnak? És egy tököm fütyülővel fütyülgetnem kell egy baszott nagy területen, hogy valami állatot levadásszak. Meddig fog tartani, amíg erre azt fogom mondani, hogy hát ez bocs, de ez uncsi. Az első 3-4 állatot azt mondom, hogy élvezni fogom. Jaj, de jó, tök jó, gizda, nagyszerű. És utána nem fogok órákig, napokig, hetekig állatokra vadásszak, hogy szindikátus XP-t kapjak. Szóval, bitch please. Na, srácok, ez egy kicsit kemény videó volt, tudom én. És várom már a közösség. A legjobb játék a világon. Ja, egyetértek, a Warframe a legjobb játék a világon. De ez nem jelenti azt, hogy nem hibáktól mentes. Úgyhogy látni kell, ha valami probléma van, és tenni kell. És mi magyar közösség, egy kis közösség vagyunk a világhoz képest, de viszont, hogyha hozzá csatlakozunk ahhoz a világnak azon részéhez, hogy olyan irányba változtassuk a játékot, ami valódi gameplayt fog hozni, akkor hallatszódni fog a hangunk. A másik pedig, ez természetesen, ez egyelőre így néz ki, a Fortuna. Tehát nagyon csorog a nyálunk az egész szépségre, meg az egész mindenre, de kérdés, hogy mennyi tartalom lesz, valódi gameplay, valódi loot, valódi jutalom lesz mind emögött, és nem csak egy nagy csillogó-villogó terület lesz. Szóval meglátjuk. Srácok, köszönöm a figyelmet, kösz, hogyha eljutottál eddig
a videóval, akkor tudjátok, hogy hashtag macskabugyi, leírni a kommentbe. A klánunkhoz lehet csatlakozni nyugodtan, link a videó leírásában, Discord szerverünkhöz link a videó leírásával, bárki csatlakozhat nyugodtan. Kérdéseket, válaszokat, kommenteket várom itt a videó alatt, komment szekcióban vagy Facebookon. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ez